A Dombóvári Művelődési Ház színház terme erdélyi helikonista költők istenes verseitől és népi vallásos énekétől volt hangos. A Kegyelem című zenés irodalmi esttel szerette volna az ünnepre hangolni az érdeklődőket a dombóvári székelykör. Van egy dramaturg, úgy hívják, hogy Medgyessy Éva, aki a Magyarországon lévő Helikon társaságnak az elnöke, és ő állította össze ezt a műsort, és akkor felkért engem, hogy csináljak vele, amit szeretnék, úgyhogy így állítottuk össze Nórikával a műsort a versek mellé, amit Éva összeállított, Nórika az énekeket szerkesztette, és így alakult ki ez az adventi műsor. Hát, hogy miről szól igazából, ahogy a plakáton is látni, és a meghívókon, a helikonistáknak, az erdélyi helikonistáknak a verseiből van összeállítva, illetve Nórika népi vallásos énekeket énekel, és tulajdonképpen az embernek az Isten kereséséről szól, hogy hogyan indul el, ahogy kívülről nézi a templomot, és akkor ahogy közelít Istenhez, vagy ahogy elkezd vele perlekedni, és akkor végül mégiscsak meghajtja a fejét, hiszen a kegyelem az, amit onnan várni lehet. Kik csak az utcán járnak, kelnek, szépséget rajta nem igenlelnek. Kíváncsi szemmel rá nem tapadnak. Csak egy karika. Szürke karika. Ólom karika. Vén templomablak. Az előadást először tavaly ősszel láthatták az érdeklődők. Még az Eucharisztia idejére az Árszákra Fesztivál keretén belül mutattuk be. Akkor négyen szerepeltünk benne, de mivel hogy ez ugye mindenkinek elfoglaltságai vannak, úgyhogy ez így csorbát nem szenved, mert ugyanazok a versek elhangoznak, ugyanaz az ének, ugyanazok az énekek elhangoznak, úgyhogy így most ketten álltunk össze Nórival, mármint ő is ott volt közöttünk, mikor az Eucharisztián a tavaly bemutattuk, igen, a tavaly volt. És nagyon nagy sikere volt, hát az ott Budapesten volt a Keresztelő Szent János Kulturális Központban, hát az zsúfolt ház volt, és nagy siker volt. Múlt héten voltunk Halason, ott is az első gyertyagyújtás alkalmával, és akkor most itt vagyunk. Krisztus a mennybe fölmenel, egeknek élő fölnéznek az apostolok, zengedeznek az angyalok. Miért álltok itt, férfiak? Miért elném a ámulat? Ennek a Kegyelem című műsornak volt már egy előzménye, ahol többet magammal is szerepelhettünk benne Meister Évi felkérésére, és most így duókoncertben vagy pódium műsorban adjuk elő ismét ezt a műsort. Szintén Évinek a jóvoltából kerültem bele, és nagyon megtisztelő, hogy mellette énekelhetek. Én megpróbáltam olyan dalokat válogatni, ami a műsorhoz kapcsolódik. Népénekeket, egyházi énekeket, saját szerzeményeket tettem az adott témához kapcsolódóan a versekhez, és hát természetesen, mint mondtad is, advent időszaka van, úgyhogy karácsonyi dal is el fog hangozni. Az Arszakra Fesztiválon adtuk elő, és eleve volt ott is egy milliója ennek az egésznek, hiszen mint a címéből is adódik, hogy kegyelem, ezért ez egy szakrális műsor, és nagyon-nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, úgyhogy köszönjük, hogy itt is Dombóváron ezt előadhatjuk. Jöjjön el a te országod, legyen meg szent akaratod, miképpen a szentek mennyben,